Eminenciás bíboros atya, igazgató úr, mélyen tisztelt hölgyeim és uraim! Antropológiai tény, hogy az ember test, szellem, lélek valóságból áll, és ez nem valamilyen részeknek az összerakása, hanem az ember egységében filozófiailag megkülönböztethető ez a három aspektus, de az ember egyetlen egy egységet alkot. Következésképpen maga a gyógyítás, ami az embernek a gyógyítása, nem pedig valamely részének a gyógyítása, ebből következik az, hogy a teljes ember gyógyítása akkor lehetséges, hogyha biológiailag, biokémiailag, gyógyszerekkel, műtétekkel, stb. A teste gyógyítva van a szakma által. Nyilván szükséges egy szellemi, vagy ha tetszik, pszichés dolog is, hogy a beteg gyógyulni akarjon, az élethelyzete rendeződjön, tehát a motivációja meglegyen. De ugyanígy fontos, hogy az ember a végső dolgok irányába is nyitott legyen. Hiszen az ember olyan lény, aki nyitott a lét határtalan horizontjára, nyitott végeredményben az Istenre. Ezért tehát akkor lehetséges az embernek a teljes gyógyulása, hogyha tiszteletben tartjuk testi voltában, szellemi, pszichés voltában és lelki voltában is. Egyébként csak zárójelben jegyzem meg, hogy nem véletlen, hogy a keresztény hagyomány a kezdetétől fogva mindig ellene mondott annak a platonikus hagyománynak, amelyik leértékelte, vagy semmibe vette az ember testi valóságát. És mindig ellene mondott annak a tévedésnek, a mondjuk mint a marxizmusnak, amelyik pedig leértékelte, vagy tagadta az ember szellemi lelki voltát. Tehát a teljes ember gyógyítása a küldetés és a feladat. Ez pedig csak akkor lehetséges, hogyha mindenki megteszi azt, ami az ő dolga. Nyilván az orvos szakma, ami az ő dolga, az egyház pedig, ami az ő dolga. És azért mondhatom azt, hogy helyreáll a dolgok normális rendje, amikor egy kórházban van egy kápolna, mert mindenki megtette ebben az ügyben is azt, ami az ő dolga. Az igazgató úr, illetve a szakma, ami a kórháznak a feladata, az egyház, ami az egyház sajátos küldetése lelkipásztori és szakrális vonatkozásban, és a magyar állam is megtette, ami az ő dolga, hiszen az államnak, a magyar államnak az értelme az, hogy az emberek életminősége javuljon, az életminőségbe pedig beletartozik az, hogy ne csak a testét gyógyítsák gyógyszerekkel, meg orvosi beavatkozásokkal, hanem szellemileg, lelkileg is meglegyen a teljes kibontakozásának, a gyógyulásának a lehetősége. Én ezekkel a gondolatokkal köszönöm egy igazgató úrnak, az orvosoknak és mindenkinek, elsősorban az egyháznak is, akik ebben segítséget nyújtottak. Köszönöm szépen!